Úgy látszik, gyerekek, ez most már valami divat lett. Ilyen rövidből a második youtuber rendőrségi ügy. Ez az új trend, mert akkor én is csinálok valamit. Habár mondjuk most simán rá lehetne mondani, hogy verekedtem. Fiatal magyar youtuber boxba keveredett? Vagy mondjuk így, hogy most már elmúltam 18, akár egy ilyen Iron Channel-es kislányos ügybe is belekeveredhetek. Tegyük félre most a hülyeségeket. Ez egy nagyon komoly ügy. Köszöntöm a kedves nézőket, ez Hírek Kövesdivel. Aki olvas internetes újságokat, ő már találkozhatott ezzel a poszttal. Bizony, bizony, Viktorunkat művész nevén, Bis Barbit keresi a rendőrség. Kábítószerfogyasztás miatt. Hát nem ő az egyetlen youtuber, aki, mondjuk ez a youtuber az idézőjeles, akiről tudni lehet, hogy csinál ilyen dolgokat, de a többieknek legalább van annyi esze és kurázsia, hogy nem kerülnek ki róluk ezek az infók. Legalábbis a hivatalos szervekhez nem kerülnek el. Nem tudom, hogy milyen régóta tart ez az ügy, viszont a YouTube csatornájára már fél éve nem posztolt. TikTokját azt nem tudom, hogy van-e egyáltalán, vagy nincs, mert én valószínűleg le vagyok neki tiltva. Instán pedig nem követem, lehet, hogy ott volt aktív valamikor, viszont YouTube-on már tényleg fél éve nem rakott fel semmit a bátyja. Bocsánat, a hölgy. Megmondom az őszintét, hogy ez kicsit szomorúan érintett, ugyanis hát eléggé nagy rajongója voltam. Azért vagyok egyébként letiltva nála TikTokon, mert folyamatosan a live-jaiban moderátort kéregettem. Ez is egy tökéletes példa arra, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni tényleg, hogy kire néznek fel az emberek, kit néznek itt YouTube-on. Látjátok, most visszatérve még az Iron Channel-es témára, őt is rengetegen nézték, kisgyerekek nagy részt felnéztek rá, most ugyanúgy ez a Bis Barbis dolog, aki hasonlóan transznemű vagy bármilyen van vele, ő is felnézetre, hogy így felmeri vállalni, meg ilyenek, aztán nagy drogos. Lehettek volna kicsit részletesebbek egyébként ezek a cikkek, mivel hogy elég sokfajta kábítószer létezik, és így most csak a találgatás megy, hogy vajon mit birtokolt, vagy lehet, hogy esetleg nem csak magának használta, hanem díler volt. Igen, tehát hogy nem mindegy, hogy eladott, mert azt szerintem, nem szerintem, hanem az bőven súlyosabb annál, mint hogyha csak tolta a dolgokat. De biztos vagyok benne, hogy ez egyébként egy napokon belül, vagy egy-két héten belül ki fog derülni, hogy pontosan mi történt, mert a bulvár lehozza. Bennem már csak tényleg az a kérdés merül fel, hogy vajon ki lesz a következő? Ki lesz a következő, akiről a videó fog készülni itt a Hírek Kövesdivelben? Kiderül a következő részben. Addig is vigyázzatok a dílerekkel, Bis Barbikkal, pusz mindenkinek, sziasztok! Aki nem nyom lájkot, most nem vettem ki, mert a végén még itt elvágom magam, de